Néhány perc az aranypiacról. A 94.2-n. Aki pedig segít nekünk ebben, Schmidt Kálmár, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatója. Reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Hát, hogyha az elmúlt napok árfolyamát nézem a csárton, nem vagyok egy technikai jellemző, de itt most azt hiszem tökéletesen bárki látná, beállítja 5 napra a grafikont, akkor látja, mi az, hogy a W alakzat, amit néha szoktak az elemzők mondani. Hát, ha ránéz, akkor ez tökéletesen látszik. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban kirajzolódik egy ilyen W alakzat most ebben a pillanatban az arany árfolyamában, vagy lehet akár két szimpla V-nek is nézni, vagy olvasni ezt, és egyben varga betűként értelmezni, ugyanis az elmúlt időszakban elég vegyesen alakult a kép az aranynál, és pont ezt jellemzi ez a W alakzat. Több olyan rövid távú elmozdulást is láttunk az árfolyamban, amire nem feltétlenül lehetett számítani, és ennek köszönhető ez az érdekes alakzat, ami, hogyha felfele beteljesedik, tehát ha a mostani nyakvonal valahol 1290 dollár környékén megtörik, e fölé tud emelkedni az árfolyam, akkor azért még további árfolyam emelkedést lehetne látni, akár 1310 dollárig juthatna el az árfolyam, ahol aztán a következő csúcspont, a következő technikai ellenállás húzódik. De visszakanyarodva arra a gondolatra, hogy minek köszönhető ez a W, hát egyrészt gondolok arra, hogy nagyjából másfél hete jött egy váratlanul jó növekedési adat az Egyesült Államokból, amikor az első negyedéves növekedési rátát 3,2%-ra hozták ki, és erre az aranyár elvileg eséssel reagálhatott volna a tankönyvek szerint, ehelyett azonban inkább emelkedést láttunk az árfolyamban, aztán egy hete, múlt hét szerdán tartotta a Fed az esedékes kamatdöntőülését, a várakozásoknak megfelelően nem változtattak az irányadó kamatrátán, tehát tulajdonképpen egy viszonylag érdektelen esemény zajlott múlt hét szerdán, de az aranyár mégis heves kilengéseket mutatott az ülést követően. Először megindult felfelé, de végül aztán mégiscsak csökkenésbe fordult. Pénteken pedig ezt követték munkaerőpiacok a tengeren túlon, amelyek a vártnál jobbak lettek, úgyhogy ez alapján ismét tovább folytatódó esésre lehetett talán számítani az aranynál, de nem ez következett, hanem erősödni tudott az aranyár, és ez az erősödés azóta is kitart. Tehát egy ilyen valóban varga betűket ír le az arany kurzusra, mintha láthatatlan kezek pont ellentétes irányba mozgatnák az árfolyamot, mint amire sokan számítanak. Ez egyfajta bizonytalanságot szül a piacon, ami tartózkodáshoz vezet a piaci szereplőknél, a tőzsdén. De a fizikai kereskedésről is egyértelműen elmondható, hogy vevők és eladók egyaránt inkább távol maradnak most a piactól és kivárnak. Mindez azt sugallja, hogy ez a korrekció és oldalazó konszolidáció, amit február vége óta látunk az arany árfolyamában, ez azért most még az elkövetkezendőkben továbbra is kitart. Van egy ellenállási szint, ahogy az imént említettem, 1290 dollár magasságában, ennek a W-nek a nyakvonala, illetve hát az 50 napos mozgó átlag is felülről határolja most a árfolyamot, ha e fölé sikerül kerülni, akkor azért még emelkedhet az árfolyam ezen a konszolidáción belül még 1310 dollárig. De mondjuk lehet, hogy picit hosszabb távon, ha nézünk előre, akkor látható majd talán emelkedés. Már csak azért mondom, mert az aranyvilágtanács nemrég tette közé ugye a kínálat-keresleti adatokat, és ugye az látszik, hogy olyan 7%-os plusz volt már, ami a keresletet illeti, ami egy jó számnak tűnik, szerintem globális szinten. Ugye a probléma az most az arany árfolyama szempontjából, hogy a kínálat is bírja ezt a tempót per pillanat, hogyha itt esetleg jobban pörög föl a kereslet, akkor számíthatunk egy komoly emelkedésre, nem? Hát mindenképpen a kereslet és kínálat viszonya határozza meg az árfolyam alakulását, tehát ha itt valamelyik ebből a tényezőből úgy mozdul el, hogy a kereslet növekszik, vagy a kínálat csökken, akkor ez az egyensúlytalanság, ami kialakul, ahhoz vezet, hogy az árfolyam emelkedni tud. Én azonban most itt a tavasz folyamán, ezt már többször mondtam is itt a műsorok során, hogy nem feltétlenül számítanék erre. A tavasz nem a szezonja az aranynak, az ékszerpiaci kereslet ilyenkor visszábesik. Ezt tudná persze ellensúlyozni egy erőteljesebb jegybanki aranyvásárlás, vagy... Hát az tavaly volt az ideje ennek. Tavaly volt az ideje, de hát azért az idén is még tovább tarthat. Ha tavalyi nagyon erős számot nem is tudja talán az idejében megismételni
a piac, a jegybankok, ha nem is vásárolnak abban a volumenben, tavaly 650 tonnát vettek a jegybankok, de azért az elemzők idén is 450-500 tonnára számítanak, ami historikusan azért egy igen magas szám lenne, úgyhogy ez egy nagyon jó erős támasz a keresletnek és ennél fogva az árfolyamnak. Aztán persze ki tudja, hogy a befektetők miként reagálnak, tehát azért sok minden esemény jöhet, akár rövid távon is kiélesedő vita, mint ahogy most legutóbb a kereskedelmi tárgyalásokban az USA és Kína között, ami azért vezethet bizonytalanságokhoz, vagy akár a részvénypiacokon. Most ugye ott is megtorpant az emelkedés, eljutott a történelmi rekordig az S&P 500 például, de aztán csak nem akar fölé menni egy szignifikánsabb, magasabb árazási szintre, hanem lefordult onnét. Tehát, hogyha az a rossz hangulat újra megjelenik a tőzsdéken, amit tavaly ősszel láttunk, akkor annak az arany lehet a haszonélvezője, akár most a tavasz folyamán is. Nagyon szépen köszönöm Schmidt Kálmánt, az Aranypiac Kft. Ügyvezető igazgatóját hallották. Zene, közlekedés, 8-kor friss hírek itt a Tendefen. Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.